százcsávási dallamokat játszottak a vajdasági népzenészek a kishegyesi találkozón. Erdélyi mintára már évek óta megszervezik ezt a rendezvényt. Ez az ötlet onnan jött, hogy meghallottuk, hogy Erdélyben van egy népzenész találkozó, és mi több alkalommal jártunk már ott, megtetszett az a hangulat, az az energia, ami ott kialakul, az az összetartó erő, és úgy döntöttük, hogy mi is szervezünk egy vajdasági zenész találkozót, és hát így alakult ki az egész, hogy mi itt összejövünk. Idén az erdélyi és a gyimesi muzsika áll a középpontban. Ez a Magyarország egyik legkeletibb része, az egyik legautentikusabb népzenei forma maradt meg. Úgyhogy gondolom, hogy fogja érdekelni a fiúkat. Itt errefele annyira nem ismerős ez a fajta zene, úgyhogy biztos, hogy lesz érdeklődés rá. A szervezők a vajdasági tájakra jellemző tambura oktatásra is gondoltak. Magyarország egyik legkiválóbb tamburása, a mohácsi Versendi Kovács József érkezett ide péntek este, egy nagyon-nagyon tartalmas előadást tartott. Érkeztek ide bácsfeketehegyi tamburások, illetve a egész vajdaságból olyan zenészek, akik a tambura muzsikával komolyabban foglalkoztak, és így olyan szint tudott ez a mohácsi tamburazene vinni a mi játékunkba, ami eddig nem volt tapasztalható. A vajdasági népzenész találkozón a résztvevők és az előadók a Kárpát-medence gazdag népzenei kincsét felhasználva hajnalig muzsikálnak.